Jó reggelt mindenkinek, vagy amikor éppen azt nézitek a videót, teljesen mindegy, akkor szép napot nektek, jó estét, tök jó, szép álmokat. Most délelőtt van, méghozzá 9 óra 32. december 27-én szerdán, és arra gondoltam, hogy ezt a napot le fogom vlogolni, ugyanis a Fanna Mariki csapat elmegy kocsajázni, és már tökre várom. Ugye mondtam nektek ebbe a nyereményjátékos, meg mit csináljatok, ha unatkoztok videóba, hogy menjetek el kocsajázni, és mondtam is, hogy tervezem, viszont akkor elmaradt, és most tudtuk megvalósítani, vagy most tudjuk megvalósítani, úgyhogy már tökre várom. Délben fogunk találkozni az Árkádnál valahol, vagy nem tudom pontosan, mindegy, és úristen, annyira jó lesz, úgyhogy tökre várom már, illetve most azért egy vlog videó, a heti videó, mivel szintén ugye a nyereményjátékos videómban mondtam, hogy írjátok meg, hogy milyen videókat szeretnétek tőlem látni, és nagyon furcsa volt, de a vlog videók nyertek. A második a hol videó lett, és a smink videó lett a harmadik. És így tökre meglepődtem meg, basszus, most miért érdekelne titeket az én napom, vagy nem tudom, szóval ez olyan fura, még nem szoktam hozzá, hogy valakit érdekel, hogy én mit csinálok egész nap, vagy ilyenek. Na mindegy, úgyhogy most ez a nap lesz levlogolva, remélhetőleg nem fogom elfelejteni, és menni fog, és azt is nagyon remélem, hogy kocsajázás közben nem fogom összetörni a kamerát. De mindegy, majd drukkoljatok, hogy nem, mert már vagy 4 éve nem kocsajáztam, de amúgy nem nagyon szoktam elesni, ha bár biztos most nagyon nagyokat fogok esni, és biztos akkor, amikor éppen videózni fognak. Full biztos vagyok ebben. Na mindegy, úgyhogy most elmegyek sminkelni, és utána indulás. Arra gondoltam, hogy most ide tök jól bele lehetne vágni egy kis self-promót, szóval ja, ha kíváncsiak vagytok, hogy mit csinálom, akkor lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem vagytok. Már ugye 10 000-en vagyunk, és így tök jó. Ja, illetve azt is elfelejtettem mondani, az élő videót, amit ugye remélhetőleg néztetek, ott már ugye említettem, hogy szeretnék valami nevet így közösen, hogy legyen valami összetartó erő, vagy nem tudom, mint egy csapat. És én ugye arra gondoltam, hogy lehetne a név a Fanfanok, de nem tudom, nem vagyok benne biztos, a barátnőim szerint ez így még a legjobb, de nem tudom, írjátok meg mindenképp a véleményeteket, illetve azt is, hogy van-e más ötletetek, hogy mi lenne nagyon jó, mert szeretnék valami jó nevet, és ja, szóval írjátok meg, hogy mi legyen a név. Végeztem a sminket, borzasztóan erős a fény, na mindegy, és közben változtak a tervek a ruhámat illetően, ugyanis arra gondoltam, hogy a hosszú szürke kabátomon megyek, mert tök jól néz neki korcsajával. Aztán rájöttem, hogy iszonyatosan jó idő van, úgyhogy inkább pulcsiba megyek, meg a bomber jackénbe, ami elég vékony, de mozogni fogok, szóval remélhetőleg nem fogok fázni, és a baseball sapkámba, mert kell valami szín is az outfitembe, és ezt a táskát fogom vinni, mivel nem passzol a jackimhez a másik, és egyébként ebbe pakoltam a sminkeket, ha megyek valahova, akkor amit mindenképpen elviszek, az ajak termék, ami éppen a számom van, hogyha esetleg újra kéne kenni, ha bár ezt nem hiszem, hogy kell maxa az ajak kontúrceruzát, úgyhogy ez mindenképp nálam van. Valamint, ami még mindig nálam van, az egy tükör, illetve púder. Na jó, púder nem mindig. Hú, meg korrektor is, a korrektort is be fogom tenni. Habár most szerintem nem kell, de nem baj. És ugye ez azért jó, mert a Mac-nek benne van alapból a tükör. Úgyhogy így nem kell külön tükröt vinni. Úgyhogy nálam ezek szoktak általában lenni, plusz ugye egy korrektor, de az most nem kell, mert hála jó égnek jó a bőröm. Ha érdekel titeket, akkor azért szoktam használni, a Neutrogénának van ilyen miteszer ellenes, ilyen, nem acetonos, ilyen
folyadéka, vagy ilyen nem tudom milyen, és azt kell felvinni az arcra egy naponta, és szerintem elég hatásos, ha bár nem akarom elkiabálni, de nekem sokkal jobb lett tőle a bőröm, úgyhogy ilyen javaslom a használatát, és most bepakoltam, igazából egy órával előbb kész vagyok, mint ahogy megyünk, de általában mindig ez van, úgyhogy nem csodálkozom. Ja, amúgy nem tudom, mennyire érdekeltiteket, de itt van a karácsonyfánk! Annyira tetszik! Macsó! Szia! Hali! Mizu! Hogy vagy? Jól? Mizu! Akkor most outfit of the day lesz, akkor a sapkát az Adidas, aztán ez az H&M-ben van, ez a szemez is, a nadrág a New Yorker-ben, a cipő az Vans, és az Office Shoes-ban van, a táska pedig valami régi szar. Nem találtam jobban! Olyan gyönyörű! Végre egyszer olyan csodálatos a dekoráció, hogy ez valami hihetetlen! Előttem. Jó, látod? Ott a kuka. És felszakítottam az egész X-et. Na, mit teszel? Mondd el a nézőknek is. Sajtburger menü. Ó, egészséges életmód. Mi meg Bubble Legit iszunk, és limitált kiadást, nem tudom mi a neve, Excited, az volt a neve. És ez vaníliás, és mangó golyócskák vannak benne. Vajon hogy kell színi, hogy kipukkasztod és lenyeled, vagy hogy? Nem, benne van a folyadék a szádba, meg a golyócska, és elharapod a golyócskát, és lenyeled az egészet. És hogyan szippantottad a golyócskát? Na, szóval elfelejtettem mondani az OOTD-nél, hogy ez amúgy a Forever 21-ban. Most jutott eszembe. Mink? A nyaklánc. A csokor. Szóval van olyan nadrágotok, amiket itt ültek a kigombolva? Te amúgy szoktál? Ja, azt hittem, hogy kacsori. Nekik is, meg tőledek is. Nem? Nem olyan kényelmes, én tökre szeretem kigombolni. Outfit of the day, Viki. Mi honnan van? Mi honnan van? Amire emlékszel? Ez C-ungás, azt tudom, ez H&M-es, azt hiszem. Ez C-ungás, azt tudom. A többit meg nem. Viki mondta, hogy muszáj, hogy elmondjam, mert nagyon csúnyák ezek. Béreltek, kivéve az övé. Ja, az enyém természetesen ronda. Végeztünk! És olyan vicces volt, hogy a végén a lányok egymásnak mentek, vagy nem is tudom már, hogy volt. Nem, egy csávóra este, de mindegy. Az is volt, hogy a csávó megfordult, és lefacsizott velem konkrétan. Mert el akart rántani, vagy nem tudom, meg akart kapaszkodni benne, mert hirtelen megfordult. Rosszabb és én meg majdnem elestem, de én megtartottam magamat. Őt meg elrántottam. Nagyon vicces, az összes esésnek a szemtanúja voltam, és annyira tetszett. Jó, de még én tök ügyes voltam, hogy nem estél el bennem. Na, most várjuk, hogy van ez? Most az elide, oké, na. Szóval, mit is akartam mondani? Ja igen, hogy most megyünk... Nem azt a üzeneteket, ne! Hogy ezt szolgassam el? Megyünk kajálni. De amúgy tökre élveztem, és olyan aranyosak voltatok, ketten felismertek, és tök jó voltam úgy, szóval tényleg, hogyha valahol láttok, mert amúgy amikor az árkádban vagyok, szokott olyan lenni, hogy utána írtok rám, hogy láttatok, meg mindent, de nyugodtan gyertek oda, hogyha láttok, mert nem harapok, szóval nyugodtan gyertek oda, jó? Újra itt vagyunk, kajálunk, épp közé akarom tenni, de... Hát nem nagyon megy. Mit csinálsz? Imádkozom. Ó, nekem is megvan. Tök jó. Közben hazaértem, most 5 óra 20 perc van, és igen, konkrétan fél órám volt, és most indulhatok is, mivel ma végre már van spinning, és így annyira vártam, mert valami miatt karácsonykor nem volt a bajom miért, na mindegy, úgyhogy ezért most kimaradt, szóval most mindenképp megyek ma,
és már tökre várom, ugyanis az új cuccomba megyek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog világítani. Mert tudjátok, ott ilyen UV-fények vannak, és kicsit itt be van sötétítve, és akkor amilyen cuccban van olyan anyag, ja, ezt nagyon jól elmagyaráztam, az világít, és kíváncsi vagyok, hogy az enyém most fog-e. Olyan csoda gyönyörű ez a fa. Igen, világítok. Fókusz. Tökéletes. Tehát, igazából ma már nem nagyon fogok semmit csinálni, 8 óra lesz, és nem tudom, talán nekiállok megszerkeszteni ezt a vlogot, hogy meglegyen. És köszönöm nektek, hogy velem tartottatok a mai nap során. Acsó! Gyere ide, gyere, gyere, gyere! Na mi van? Ott! Acsó! Itt! Jaj! Remélem nem nyaltad meg, na jó. Úgyhogy igen. Úgyhogy ennyi is lett volna ez a vlog. Remélem, hogy a további napotok, nem tudom mikor nézitek ezt a videót, de remélem, hogy fantasztikus lesz. És tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok újra. Na mindegy. Úgyhogy most már le kéne zárni ezt a videót végre. Szóval sziasztok! Make a jiggle, make a jiggle, make a